Itt vagyunk jelenleg a Lehel téren, mert ez a Maci vlognak már az ötödik? A moratórium volt a harmadik, és akkor ez a negyedik. Jó, a negyedik részében itt vagyunk, és ma egy újabb érdekes közösséget fogunk meglátogatni. A Margitos Ifjúsági Kórus szóljuk, így kikérdezünk pár dologról, hogy hogyan működnek, hogy hogyan készülnek a próbákra, és egyéb más dolgokat még. Nagyon izgalmas lesz a téma. Múlt héten volt egy jó fellépésük, és azokról is majd láthatok vágóképeket. Szóval szerintem tartsatok velük! Kórusban belül. Miklós László vagyok, és a Margitos Ifjúsági Énekkarnak a vezetője vagyok. Én pedig Halász Balázs vagyok, ismertebb nevűen Halabala, és kicsit több mint egy éve csatlakoztam a kórushoz. Nekem nincs művész talán. Homoki Réka vagyok, és 8. éve vagyok a kórusnál. Igen, a barátaim is mind itt vannak, és akkor így nem csak a kórus miatt vagyunk együtt, hanem azért meg is beszéljük a hetet. Én Vág István vagyok, úgy nagyjából 2019 márciusában kerültem ebbe a közösségbe, és nagyon nem bántam meg, hogy ide kerültem. Tényleg egy hatalmas élmény ebben a kórusban zenélni, és itt lenni minden alkalommal. Én gitáros, illetve énekes vagyok ebben a kórusban. Néha szólózok, néha nem. Mikor vagy? Hát én főleg énekelni szoktam. Én vagyok a felső szóló nagyjából. Meg a trollkodás az én pályám, azt hiszem. Kórus 1975-ben jött létre, még a szüleim korosztály alapította. Akkor még ugye, mondjuk ugye az átkosba jött létre, és akkor ez egy gyakorlatilag egy ellenállást is jelentett a maga szerint módján. Az akkori plébánosunk Bölcsődi Zoltán atya támogatásával jöhetett ez létre, gitárokat vásárolt a fiataloknak, és amellett, hogy itt a Lehel téren zenétek, járták az országot. És egyszerűen ezt tudtam csak így kifűzni belőle, hogy egyszerűen annyira összhangú vagytok, hogy ennek mi lehet szerintetek a titka? Hát sokat gyakoroltuk, ez tény, hogy a mise előtt is, külön megnézzük ott a helyszínen, mindenféle mikrofonokkal, meg beállításokkal, de előtte ugye 4 hétig próbálunk péntekenként, 4 héten keresztül, úgyhogy hát sok munka van benne. Szerény személyiségem szerint az, hogy a próbák nem úgy telnek el, hogy monoton csak gyorsan végigpróbáljuk az egész dal tömeget, hanem van benne egy kis humorizálás. Ez egy ténylegesen egy olyan közösség, amely nem csak azt veszi figyelembe, hogy az Istennek kell szolgálni, ezért most ezt meg kell csinálni, hanem tényleg egy baráti közösségé tudott ez válni. És sok vicces pillanat kerül elő a próbák során is, ami miatt csak egybe kovácsolódik folyamatosan ez a közösség. Én azt szoktam élvezni leginkább, hogy annyiféle környezetből jövünk, tehát mindenki mást hoz magával otthonról, vagy amit magára felszedett a
az utóbbi 10-20 évben, és ezek az ellentétek mégis jól kiegészítik egymást. És szerintem ebben van az erősségünk is, hogy mindig mindenki beleteszi azt, amit ő hozott, és egyben az van, amit láttok, amit hallottok. Igen, más egy kórusnál a felkészülés, mint hogyha mondjuk ugye egy szóénekes áll mondjuk a zenekar élén, mert hogy a kicsit nem ledegradálva, de kicsit egyszerűbb ez az összepróbálás. Itt azért nagyon sok embernek kell eltalálni a hangot, egyszerre belépnie, és meg kell dolgozni ezen az egységen, és ugye ezek a pinteki próbák hivatottak el, hogy így a gitáros misére kicsit így összeérjen a sorrend. Áldott fény a sugár, énekelni tanultam, szóval nekem ez egy kapaszkodó, meg egy ilyen utolsó mencsvár, ahova eljöhetek és énekelhetek, és azt csináltam, amit szeretek. Nagyon szeretek adni. Édesanyám olyan, hogy direkt ezekre a misékre szokott eljönni, mert azt mondja, hogy neki ezek azok, amik úgy igazán megérinti. És én ezt szeretem benne igazán, hogy tényleg a hívőknek, meg hát igazából magunknak is emelkedettebbé tesszük az alkalmakat. Nagyon szeretek énekelni úgy szintén, úgy ahogy gitározni is, és ezáltal a közösség által tudom a magamat megmutatni a világ számára. Ténylegesen ki tudok bontakozni. Tehát az Isten felé szolgálok, úgy az emberek felé is szolgálok. Minden dalban, amit eléneklek, ott van az érzelem is folyamatosan. És szerintem ez ad egy olyan hangulatot az egésznek, ami tényleg engem átad a világ számára. Milyen érzés ezt a kórust így összefogni? Jó érzés egyébként a kórust összefogni és vezetni, már lassan 20 éve. Büszke is vagyok erre az elmúlt 20 évben, mert sok jó dolog történt, sok jó embert ismertem meg, egy jó közösség alakult ki, számíthatunk egymásra, ezek a zenélések itt péntek esténként, meg a bónusz alkalmak, ami mindig ilyen felemelő élmény, meg egy jó közösséget is köszönhetek ennek. Minden bizony hiányozni is fog. Eszembe jut például, hogy mondjuk egy színpadra állítottuk, előadtuk sok év után az Égő áldozat című darabot, ami szerintem egy óriási vállalkozás volt. Egy 2 órás színdarab Szent Margit életéről, egy zenés darab. És hát szinte csilláron is lógtak a templomban, amikor ezt előadtuk. Óriási igény volt már erre, hogy nem is tudom már, hogy egy 20 év után ismét hallhassák a hívek, meg is ismételtük. Ez például egy büszkeséggel tölt el nagyon. Péntekenként, meg mise előtt is, egy jó 1 órát.
Úgyhogy ezek a fellépések, és akkor még vannak bónusznak ilyen esküvők, esetleg lemez, felvételek, stb. Illetve egyéb szolgálat is előfordul, például van az angyal nevezető gyónási alkalom, ami most már egy elég nagy eseményén nőtte ki magát. Ott is szoktunk a plébánia egyéb programjain, nevezzük úgy. Hát illetve volt rá például egy kolozsvárot énekeltő. Bárki csatlakozhat hozzá. Gyakorlatilag bárki. Különösen nagy örömmel várjuk a fiatalokat, mert szükség van rájuk. Most egy ilyen fiatalitásban vagyunk benne. Hál' Istennek Balázs ennek az egyik, vagy is mondom, ilyen harcosa. Így azért érződik ez a hatás, hogy egyre több fiatal bukkan fel, és valójában ez a jövő, vagy ezt kéne, hogy legyen a jövő, hisz Margitos ifjúságének a nevünk. Hát, hogy most már a stafétát is ideje lenne átadni, például januárban. Köszönök le a posztomról, és akkor lesz itt egy kórusvezető csere, és ha minden igaz, szeptembertől meg Balázs fogja vinni az énekkart. Ennyi lett volna a mai kis videó, és reméljük, hogy tetszett nektek. Nagyon jó hangulatban volt ez a próba, illetve az előző heti fellépésük is. És nekem nagyon bejött ez a környezet, amit ők itt adtak számunkra. Főleg nekem az tetszett, amikor is eljutottunk olyan szintre, amikor is olyan áhítatosnak éreztem a zenét. És ez szerintem nem mindenhol mondható el. Neked mi tetszett a legjobban? Nekem igazából maga az ének és a ritmus az egésznek, ahogy ment, mert annyira tisztának éreztem az egészet, hogy tényleg ez felért egy szinte egy egész misével is, maga az ének. Kövessetek minket legközelebb is, és megnézzük legközelebb, hogy mi lesz a következő kaland, egyelőre még szervezés alatt. Sziasztok!